Testvérek, a mai húsvéti Isten tiszteletünkön olvasom Isten igéjét, ahogy az szól hozzánk Pál apostolnak a Filippi gyülekezethez írott leveléből, meg is a harmadik fejezetéből a hetedik verstől a tizenegyedik versig tartó szakaszt. Ezt írja az apostol. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által, Istentől van igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, még egyszer szeretném felolvasni az utolsó két verset, ahol ezt írja az apostol, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Kedves testvérek, azt hiszem, hogy ilyenkor húsvét napján legalább egy kicsit nekünk, keresztényeknek el kell gondolkodnunk a saját hitünk lényegét és középpontját illetően. Ez az ünnep ugyanis erre hív bennünket, erre a gondolkodásra, mert hogy bizonyos szempontból különbözik a többi nagy keresztény ünneptől. Hiszen karácsony üzenete a maga alap felszínes szintjén könnyen emészthető. Egy teljesen természetes dologról van szó. Születésről, az azt körbevevő nyomorról, fájdalomról, ígéretről és örömről, amely ismerős mindannyiunk számára. Ezzel szemben ott áll pünkösd, amely teljesen természetfeletti a tapasztalatunkat, a tudásunkat meghaladó esemény. És mégis könnyebben megemésztjük, mert távolinak és nagyon megfoghatatlannak tűnik. A lélek megjelenik, és még leírni is nehéz, még beszélni is nehéz róla, hogy valamiféle lángnyelvek formájában leszáll a tanítványokra, és ők megváltoznak. Nem is látjuk, nem is értjük, teljesen elütt mindattól, amivel valaha találkoztunk, amiben valaha részünk volt. És itt van húsvét, a kettő között. Itt van ez a néhány nap, nagypéntek rettentő sötétje, ami minden fájdalmával együtt is mégis olyan nagyon ismerős a számunkra. A mi világunk talán legrosszabb arca, de mégis ismerős. Mégis a miénk. Mert ami a nagypénteken történik, az a híradóban is elférhetne. Nyilvánosan sokak szeme láttára történik, és nem is láttam még olyat, aki kételkedett benne, hogy ez megtörténhetett, hogy ez így történt. Nem ismerek olyat, aki úgy érvelne, hogy ez nem lehet igaz, hogy az emberek soha nem bántanák az ártatlant, az igazat, az Isten fiát. Olyat ismerek, aki azt mondja, hogy szerinte szükségtelen volt az áldozat, de olyat nem, aki hihetetlennek és érthetetlennek tartja ezt a történetet. És ott van a húsvét napja, harmadnapra. Kétkedés fogadta a híreket akkor is és ma is. Hogyan lehetséges ez? Ilyet még soha nem láttunk. A halál ismert, a feltámadással ellenben nem tudunk mit kezdeni. És milyen érdekes, hogy a feltámadottal mégis ennek ellenére jóval kevesebben találkoznak, mint ahányan elkísérték őt a Golgotára. És akivel találkozik, azokat is szinte név szerint ismerjük. Sokkal intimebb, bensőségesebb ez a történet, mint a nagypénteki borzalmak. És mégis, ugyan alig néhány emberrel találkozik, de ennek a találkozásnak olyan ereje volt, hogy mindent megváltoztatott az ő életükben. És rajtuk keresztül az egész világot átformálta, hiszen miattuk azért vagyunk ma is, mi is itt ebben a templomban, mert ők ott akkor nem tudták magukban tartani azt az élményt, annak a találkozásnak az élményét, amit a feltámadottal való találkozás jelentett. Erről a találkozásról, erről a folyamatról, a megismerésről, amiről az apostol beszél, vagy a felismerésről kell egy kicsit beszélnünk, mert az evangéliumi történet két tanítványa
Ugyanazt a kérdést feszegeti, ami Pált is érdekli, és ami szerintem mindannyiunkat mozgat, mindannyiunkat, akik valaha csak egy kicsit is gondolkoztunk azon, hogy mit is jelent kereszténynek lenni. Hogy miről és hogyan ismerhetem fel Krisztust, a feltámadottat, aki látszólag olyan távol van, és akivel mégis hosszan lehet sétálni, anélkül, hogy tudnám, hogy kicsoda ő. Hogyan ismerhetem fel őt? Ezt fogjuk ma egy kicsit körbejárni a következő percekben. De kezdjük is el. Ahogy itt nézzük a húsvéti történetet, ahogy az apostol szavait olvassuk, azt látjuk, hogy a találkozással kapcsolatos első elvárás nagyon egyértelmű. Akarni kell ezt a találkozást. Vágyni kell rá. Vágyni kell arra a találkozásra, ami mindent átformál, ami mindent megváltoztat, ami az életünknek új perspektívát adhat. Ez túl van mindenféle puszta intellektuális kíváncsiságon, hogy vajon mi is történhetett akkor. Túlmutat a vallásos nyitottságon és érdeklődésen, mert egy szívünk mélyéről felfakadó belső vágy. Olyan, mint amit az Emmausi tanítványoknál láttunk, akik átélték a mélységes szomorúságot nagypénteket követően. Talán marcangolta őket az önvád is, hogy ők mivel járultak hozzá ahhoz, ami aznap ott a Golgotán történt. Ott lehetett a szívükben az a fajta kétségbeesés, amely Krisztus nélkül nem akar, nem tud élni, amely bár megfogalmazni nem biztos, hogy tudja, de elképzelhetetlennek tartja, hogy Krisztus csak és kizárólag egy halandó ember legyen. Ez az üresség, az Isten nélküli, az élet végső értelme nélküli élet következménye. Ez a hit előszobája. Ez a hit előszobája. És Pál még egy kicsit tovább is megy. Szerinte a találkozás egy igazán belső, személyes odaszánás után következhet csak be. Ezt írja, ő érte, kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent. Ez a mondat igazán fanatikusnak tűnik, szűklátókörűnek, ha elsőre halljuk. Minket a folyton arany középutat kereső, kifinomult, polgári ízléssel rendelkező embereket felháborít egy ilyen gondolat. És elsősorban azért háborít fel, mert mi még nem látjuk a feltámadt Krisztust. Legfeljebb Jézust, aki szépeket tudott mondani, és nagyon kedves volt az emberekkel. Őt talán látjuk, de csak a szavait és a csodáit, azokat, amelyeket lehet olyan szépen, szimbolikusan értelmezni, hogy ne kavarja fel a hétköznapjainkat, a világképünket. Nos, ezeket engedjük magunkhoz közel. És teljesen értelmetlennek tűnik ezért a néhány szép történetért mindent kárnak ítélni és feláldozni. Ki az az őrült, aki ezt megteszi? Ki az, aki ezt kérhetné tőlünk? Ha azonban igaz, hogy feltámadt, hogy visszaállította az emberiség óráját, hogy megváltoztatta a történelem menetét, ha valóban nem csak úgy általában lesz élet a halál után, ahogyan szeretjük ezt az általános igazságot hangoztatni, ahogy szeretünk ebben reménykedve kapaszkodni, hanem ezzel az élettel szervesen, elválaszthatatlan összefüggésében, de mégis azt meghaladva, talán kiteljesedve, értelemmel felruházva fogunk feltámadni. Ha ez igaz, ha tényleg igaz, akkor mi az, amit ezzel szemben a mérleg másik serpenyőjébe bele tudunk helyezni? Mi az, amit nem érné meg ezért feláldozni? Mi az, ami lehet elég értékes, hogy ragaszkodjunk hozzá? Mi az, amit egyáltalán össze lehet hasonlítani mindezzel? Ráadásul azt is mondja, hogy nem csak a rossz dolgokat teszi le és ítéli kárnak. Nem csak a bűnöket hagyja el, hanem minden jó és szép és értékes, ő így mondja, nyereséget az életében. Minden, ami az életében van, hátra szorul Krisztushoz képest, aki az abszolút első helyre lép. Kedves testvérem, talán ezen a szép húsvéti reggelen ezt te még nem így érzed. Talán nem is érted teljesen, hogy ez hogyan lehet pozitív, ez az egész történet. Most csak elég annyit tudni, hogy Krisztus így jelentkezik be az életünkre. Hogy úgy mondjam, nála csak a házasság jöhet szóba az ismerkedés első pillanatában, és ő csak teljesen komoly kapcsolatra nyitott. Alkalmi találkozások, az együttjárás, az nem érdekli. Ez fontos az eszünkbe vésni, amikor vele kezdünk el ismerkedni, amikor randevúra hívjuk őt.
Na de ha tovább lépünk és folytatjuk ezt az ismerkedést, nem elfelejtve, hogy megismerni őt a legmélyebb ismerkedés, a legintimebb találkozás, amelyben csak testünk, lelkünk részt vehet, azt írja Pál, hogy akkor és úgy ismerhetem meg Krisztus feltámadásának az erejét, ha valamilyen módon részesedek a szenvedéseiben is. Nagyon kemény téma, és tudom, hogy így az első ismerkedős találkozás alkalmával senki nem szeretne a szenvedésről beszélgetni valakivel, de ez a Jézus már csak így szokta, nekünk is odafeszíti a kérdést, hogy hogyan vagyunk ezzel, ezzel a szenvedéssel. Mert hogy részesedünk benne, eddig biztosan igaz. Ám sajnos a legtöbbször Jézus nélkül van benne részünk. Átéljük a fizikai szenvedést, de sokkal többször a lelki szenvedéseket. És tudom jól, hogy köztünk is sokan ülnek most itt olyanok, akik hordoznak belül a szívük mélyén begyógyult, vagy még talán vérző sebeket, amelyekről talán azt gondolják, hogy rajtuk kívül senki nem tudja, hogy ott van bennük. Ott van bennünk. Ott van a testünkön. Van, akit elhagytak, elárultak, talán éppen úgy, ahogyan Júdás tette azt azon az éjszakán. Rettenetes érzés lehet, amikor egy barát, egy tanítvány, vagy egy házastárs elárul minket, mintha levágnák az ember karját, vagy átszegeznék azt. Aztán ott vannak azok, akik árulás nélkül is a veszteségeikkel küzdenek, akiknek meghalt a szerettük, akiknek valami nagy-nagy beteljesületlen vágy, ígéret nyomja a szívét, egy meg nem született gyermek talán, egy meg nem valósult kapcsolat, egy élet, ami ígéret, ami álom maradt csupán. Sebek, amelyek véreznek, amelyek fájnak, amelyek szenvedést okoznak. Sokféle veszteség, és talán még a fájdalom is lehet különböző. Ám a kérdéseink legtöbbször, ha feltesszük őket, egy irányba mutatnak. És így kezdődnek, hogy miért? Miért? És ez a miért sokszor így hangzik, ha kibontjuk, hogy mi az oka, mivel érdemeltem ki ezt. Vagy máskor, másképp megfogalmazva, hát nem érdemeltem volna ennél jobbat és többet? Hát nem tettem meg érte mindent? Miért büntet ezzel az Isten? És ezek a kérdések a legtöbbször sajnos pont a fájdalom csillapítás ellen hatnak. Mert hogy a válasz rájuk olyan, amit érthetnénk, amit elfogadhatnánk, ami megnyugtatna, itt és most szinte biztosan nincsen. Pedig nem a miérttel van a baj, hanem azzal, hogy rosszul fogalmazzuk meg a folytatást. Talán így kellene, mi célból, mi lehet a célja ezzel az egésszel Istennek, vagy még több reménységgel, és ebben a reménységben van igazi fájdalom, csillapító hatás, vajon mit tud kihozni az az Isten mindebből, aki Krisztus szenvedéséből és halálából a feltámadást hozta ki. Mert hogy az apostol azt mondja, a feltámadottat akkor ismerem meg, ha részesedek a szenvedéseiben. Ez nem azt jelenti, hogy a mi szenvedésünk megváltó vagy helyettes áldozat lesz, hogy bűnöket eltörlő elégtétellé válhat, távolról sem ez a helyzet. A megváltáshoz ugyanis nincs mit hozzátenni, és elvenni sem lehet belőle. Istennek hála ezért. Azt jelenti, hogy ez a szenvedés, Krisztus céllal felvállalt keresztje lesz az a történet, az a keret, amiben beleillesztem a sokszor számomra is érthetetlennek, elfogadhatatlannak tűnő saját szenvedésemet, amiben helyére talál a saját keresztem. Az a szenvedés, amit ő vállalt értem is, értelmet ad, célt ad az én szenvedésemnek is. Nem lesz ezzel kisebb a kereszt, ez biztos. Nem fog kevésbé fájni, nem is biztos, hogy tudni fogom, hogy mi az oka annak, hogy rajtam van. Talán ahogy haladunk az úton, lesz olyan, amit már tudatosan vállaltunk fel Krisztusért. A lényeg, hogy tudni fogom, meddig kell vinnem, meddig kell cipelnem. Tudni fogom, hogy van cél, ahol letehetem. Tudni fogom, hogy valaki előttem, mellettem vitte már a keresztjét. Valaki értem, miattam vitte már a saját keresztjét. És tudni fogom, hogy ő győzött. Végigjárta az utat, és ott a végén feltámadt. Ott, ahol ő befejezte a földi útját, a városon kívül, az emberi élet szféráján kívülre taszítva, ott a Golgotán találkozhatok vele, ahová én is megérkezhetek a keresztemmel a vállamon. Ott és csak is ott letehetem ezt a keresztet. Ott és csak is ott megismerhetem Krisztust.
Ott a kereszt lábánál kimondhatom a római századossal együtt, aki egyedül a szenvedését látta Krisztusnak, hogy bizony ez az ember valóban Isten fia volt. Így a szenvedésben való részesedés megnyitja a kaput ahhoz, hogy hasonlóvá legyünk az ő halálához is. Hasonlóvá lenni hozzá, ahogy az ő halála értelmet ad Krisztus egész életének, úgy ad értelmet az ő halála a mi életünknek is. A másokért, a főképp pedig az Istenért vállalt szenvedés, ez nyitja meg a kaput Krisztus megismeréséhez. Mert nem egy prédikáció vezet el Krisztushoz, még csak nem is a nagyszerű csodás pillanatok, ezek sokat elmondhatnak róla, ez biztos. Reméljük, talán ez a prédikáció is hozzásegít valamihez. De a legmélyebb megismerés így történik, ezzel a felfoghatatlan mondattal, hasonlóvá leszek az ő halálához. Az életemet oda teszem az Atya kezébe, és kimondom hasonlóan Krisztushoz. Atyám, legyen meg a te akaratod. Feláldozom neki a vágyaimat, az örömeimet, a fájdalmaimat, a sebeimet. Mindent odaadok neki, azért, hogy visszakaphassam tőle. Rendkívül fájdalmas dolog ez, de gyönyörű szabadság is egyszerre, ha az ember átéli, hogy minden döntés, lépés, áldozat és szenvedés, amit Krisztusért és csak is érte vállalok, részesedés lesz az ő szenvedéséből, és hasonlóvá tesz az ő halálához. Mert ne is gondoljunk arra, testvérek, hogy találkozhatunk a feltámadottal, hogy megismerhetjük a megdicsőült Krisztust anélkül, hogy az ő szenvedésével közösséget vállalnánk, anélkül, hogy a halálában is részesedhetnénk. De ahogy túl vagyunk a szenvedésen, a halálon, ahogy a nagy péntek hosszú sötét napja véget ér, ott van a folytatás. Az út végén ott van a feltámadott Krisztus. Ahogyan megfogalmazza ezt az apostol, hogy valamiképpen mi is eljuthatunk a feltámadásra. És olyan gyönyörű ez a szép jelenet, amit hallottunk az istentisztelet elején. A két tanítvány, ahogy sétál Jeruzsálemből kifelé, magányosan, szívükben hordozva a megbicsaklott, elvetélt vágyakat, reményeket, amelyeket valamilyen módon Jézushoz, az ember Jézushoz fűztek, és találkoznak vele, és beszélgetnek, és elkezd hevülni a szívük, hiszen van ennek értelme, ennek így kellene lennie, ahogy beszél róla. Minden lelkész vágya ez, a hevült szív egy igehirdetés nyomán, mert ez a szív hozza meg a döntést, azt az apró kis elhatározást, hogy kimondják, maradj velünk, ne menj tovább. Apró lépés, egy egyszerű meghívás, de mégis megváltoztatja az életüket. És ott vacsora közben eljön a pillanat, a felismerés, a megismerés csodálatos pillanata. Egyik nagyon kedves jelenetem ez az új szövetségből, hiszen magunk elé kell képzelnünk ahhoz, hogy a mélységében meg tudjuk ragadni ezt a jelenetet. Ott ülnek az asztal mellett, és felismerik Jézus Krisztust, a feltámadottat, aki felemeli a kezét azért, hogy megköszönje az ételt. Felemeli a kezést, és áldásra nyitja ki, megáldja a kenyeret, és felemelt kézzel töri meg azt. Talán az utolsó vacsorára emlékezteti őket, de ami fontosabb, ahogy felemeli a kezét, meglátják a sebeket, amelyek ott vannak azon a kézen. A sebeket, amelyek ott vannak nagypéntek óta. Mert hogy Jézus feltámadt, de a sebek ott vannak, testén és a kezén. Ezek a sebek ott maradnak, begyógyulnak, megdicsőülnek, de ott maradnak a testén. Ezeket magával viszi. Erről lehet őt megismerni. Szenvedésének és halálának sebhelyeiről, a szeretet sebhelyeiről. És ma az igénk azt mondja, hogy aki meg akarja őt ismerni, az vegye fel ugyanúgy a keresztjét. Vállalja az Isten szeretetéért a sebeket és a szenvedést, adja oda az életét, önként, őszintén, alázattal, Isten akaratába belesimulva a teremtőjének. És akkor valahogy, nem is kétszer, nem is háromszor, sokkal, sokkal megszorozva visszakapja majd, valamiképpen eljut a halottak közül való feltámadásra. Ne feledjük el, testvérek, azt a gyönyörű mondatot ott a szeretet himnuszának a végéről. Akkor ezt mondja az apostol, a szeretet soha el nem múlik. Nem az érzés és nem az emléke, hanem az a szeretet, amely ilyen áldozatra is képes,
Krisztus szeretete. Így erre a szenvedésére, halálára, feltámadására emlékezünk. Megismerjük azt, és részesedünk benne. Erre hív minket ma ő magához, az úrvacsorai közösségben. Fogadjuk el ezt a meghívást, testvérek. Jöjjünk, ismerjük meg őt. Amen.